Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Házi Attila, a Szocialista Párt volt elnöke, volt NATO elnök, és sok minden lesz még, bízom benne. Segítsen nekünk megérteni. Küzdünk a békéért, ugyanakkor a NATO tagállamok sora nőni fog, és ugyanakkor a fegyvergyártás, minthogyha a csúcsra pörögne. Vagyis békét csak sok-sok fegyverrel lehet elérni? Hát ugye azt szokták mondani, hogy az ember békét akar, akkor készüljön a háborúra. Tehát valóban igaz, hogy ezek azért párhuzamosan zajlanak egymás mellett, de most a NATO csúcson azért nagyon jelentős változások történtek a úgymond a szövetség életében, hiszen felvettek két új tagállamot. Ilyen gyors csatlakozás még soha nem volt a NATO életében, hiszen Svédország és Finnország tényleg... Már is meg kell, hogy akasszam, mert van valami szokás szerint, tudja azt, hogy ez egy közel-keleti stílusú televízió. Azt állították, hogy az egyik új tagállam F-35-öseket 174-et vásárol. Hogy kinek van raktáron 174 F-35-ese, vagy ez egy ilyen long time story? Ez egy hosszú projekt természetesen. Éppen nem olyan rég, egy pár hónapja jártam a gyárba egyébként, ahol gyártják ezeket az F-35-öseket. Ön is akart rendelni pár. Nem, csak megnéztem, hogy hogyan működik pont ilyen NATO-s küldöttséggel. És hát ott egy folyamatos gyártás van, és azt gondolom, hogy az, hogy a keleti szárnyát megerősítse a NATO, ahhoz bizony szükség van új fegyverekre. És azért talán érdekes ez, mert ugye Putyin elnöknek az egyik ilyen stratégiai célja az volt, hogy azért támadja meg Ukrajnát, hogy ne tudjon NATO tagállam lenni, és ne legyenek NATO fegyverek úgymond az ő határvonalán. Most ehhez képest Finnországnak majdnem 1400 km határa van Oroszországgal, és például Finnországban rendkívül sok fegyver fog érkezni. Tehát éppen ezért azt lehet mondani, hogy ebben a tekintetben is megbukott, amit Putyin akart. És még egyszer mondom, emellett elfogadtak egy új NATO stratégiát, ez a NATO 2030 azóta úgynevezett kódneve neki, vagy elnevezése, és bizony ebben egyrészt megnevezték Oroszországot, ami egy újabb lépés egy direkt, közvetlen fenyegetésként. Másrészt pedig megfogalmazták azt most kicsit leegyszerűsítve, hogy a védelmi képesség és az elrettentési képességnek a fejlesztése az bizony nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a békét meg lehessen őrizni. Úgyhogy növelni fogják a keleti szárnynak a támogatását, ugye talán régebben pont ön jól ismeri ezt, inkább a déli szárny kapcsán lehetett hallani a NATO-ról sokkal többet, most azért a keleti szárnyon is nagy megerősítés lesz, tehát a balti államokban, Lengyelországban, éppen Romániában is sokkal több amerikai csapat is érkezni fog. Mi történik velünk? Mennyire vagyunk mi népszerűek a NATO-ban? Mérsékelten így tudnám fogalmazni, hiszen látható módon az Orbán miniszterelnök úr az mindig tesz olyan lépéseket, amivel emlékezteti a szövetségeseit arra, hogy bizony nagyon erős szálak kötik Oroszországhoz. És de ugyanakkor Magyarország növelte és eléri a 2%-ot, sőt lehet, hogy túl is fog lépni a 2%-on. Magyarországnak tartalékosai vannak, amikor önök voltak hatalmon, már elnézést nem ön személy szerint, hanem az ön által akkor favorizált, mert ma már feltételezhetően ezek után, ahogy bántak önnel, nem hiszem, ha bár persze vannak mazohisták. Tehát akkor sikerült kevesebb, mint 17 tartalékos katonával rendelkezni az országnak. Azokat a fegyvereket, amiket most jól odaadhattunk volna Ukrajnának, akkor önök a volt pártja, illetve azoknak a szimpatizásai a még beküldték el, vagy eladták a harmadik világnak. Tehát a mostani kormányzat annak ellenére, hogy lehet, hogy nem népszerű, de azért ezeket az intézkedéseket, hogy egy igazi véderőre van szüksége Magyarországnak, komoly lépéseket tesz a jól. Én szerintem ezt a részét értékelik is egyébként a NATO-ból, tehát hogy teljesen hát ez lett volna korrektek legyünk. Azt kell mondani, hogy az a fajta elképzelés, hogy Magyarország eléri a védelmi kiadások tekintetében a GDP 2%-át, hogy az új költéseknek a legnagyobb része az védelemi erőfejlesztésre, tehát modernizációs célokra legyen elköltve több mint 20%, azt már Magyarország eddig is elérte. Ez szerintem mindenféleképpen pozitívum, hiszen ezt a
például már korábban Barack Obama amerikai elnök szorgalmazta. És humán erőforrásban is elérjük ezt már? Ebben szerintem fejlődik a magyar hadsereg, tehát ilyen értem az elmúlt 20 évben azért egy jelentős előrelépés van. Akik például NATO kötelékben szolgálnak valahol, akár ilyen békemisszióban vagy más módon, őről kimondottan jó a vélemény a NATO-n belül, tehát kimondottan jól teljesítenek ezek a katonák, tisztek. Másik oldalról viszont, és azt hiszem ez talán tegnap volt egy ilyen konkrét bejelentés a miniszterelnöknek, hogy el fogjuk érni a 2%-ot már 2023-ban. Ez egyik részről szerintem üdvös. Talán lehet azt mondani, hogy a mai helyzet meg a korábbi ön által említett helyzet között az a jelentős különbség, hogy akkor hál' Istennek nem volt semmilyen háború. De tehát magyarul valószínűleg most könnyebb elmagyarázni az embereknek szerződésnek a védelmi költések növekedését. Egy bizonyos varsói paktumnak a tagjai voltunk. Ott ön feltételezhetően a NATO miatt azért a történelmi tényekkel is tisztában van. Ott nem voltak kötelezettségeink? Vagy ott inkább ikaroszbuszokat kellett szállítani? Hát igen, az egy másik szövetség volt, és inkább ott ugye a két blokk állt egymással szemben. Most ugye ilyen helyzet nincs, hiszen NATO az egy védelmi szövetség, maga nemében egyedülálló védelmi szövetség, és bizony itt is vannak komoly kötelezettségei Magyarországnak, nem csak Magyarországnak, minden tagállamnak, tehát a NATO szerződés azt is rögzíti természetesen, hogy minden országnak képesnek kell lennie a saját maga megvédésére is. És mi képesek vagyunk? Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Ugye ez mindig a kihívás mértékétől függ. Mi hiányzik ahhoz, hogy azok legyünk? Hát egy még azért a modernizációs úton haladni kell előre, tehát szerintem a fegyverzet modernizációban egészen biztosan haladni kell előre, az új eszközök beszerzésében biztos haladni kell előre. De annyi szépséghibája azért van a dolognak, hogy vagy legalábbis egyfajta kételyt okoz, hogy olyan új embert választottak a honvédelmi miniszteri pozícióra, akinek nagyon komoly érdekeltsége van a fegyvergyártásban, fegyveriparban. Tehát óhatatlanul azért az ember fejében ott csilingel a csengő, hogy ez a nagy fellelkesültség, ez nem csak feltétlenül a háborúnak de köszönhető, akkor, hanem akkor ennek köszönhető, hogy ezt vesz saját az véleménye, nem osztogatják el a, véleménye, ezeket a ezzel forrásokat. Lefettük a bírósági tárgyalásokat, viszont elképzelhető, hogy ebből kifolyólag talán ért is hozzá. Ezt nem tudom megítélni, ez majd kiderül. Tehát attól, hogy valaki tulajdonos egy gyárnak, még nem biztos, hogy érte az, hogy hogyan gyártják az IBM számítógépet. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen ez egy érdekkonfliktust jelent, hiszen hát meg kellett válni ezektől az érdekeltségeitől, legalábbis formálisan a jogi szempontból a miniszter úrnak. Ettől függetlenül egy konfliktus helyzetben akkor azt gondolom, miről beszélünk, hogy a... hogyha megvált tőle? Hát nézze, azért láttunk ebben már csodát, itt Magyarországon kreatívan alkalmazzák ezt a technikát. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy egy ilyen háborús konfliktus helyzetben valószínűleg az emberek is jobban megértik azt, hogy miért kell többet költeni honvédelemre, fegyverzet modernizációra, hadsereg modernizációjára. Nem is inkább, mert hosszú időn keresztül mint amikor nincs ilyen konfliktus helyzet. Én azt mondom, hogy mindenki próbált költeni, de ez tény és valahogy, amikor mondjuk egy védelmi költségvetési növekményről van szó, vagy egy egészségügyi költségvetési növekményről van szó, és nincsen ilyen biztonsági kihívás az életünkben, akkor azért a kormányok általában inkább az egészségügyre fordítják ezeket a pénzeket. Ön ismeri a magyar lelkületet. Mi okozhatja egy magyar fiatalnak, hogy elmenjen önkéntesen a hadseregbe, majd később akár fizetett katona legyen, hisz nálunk ma nincsen sorkötelesség. Szerintem van, akit olyan szakmai meggyőződés is vezet, tehát hogy kimondottan érdeklődik ez iránt a szakma iránt, van, aki saját maga számára állítja egy kihívásnak, hogy végig tud-e csinálni egy ilyen több hónapos képzést. Egészen biztosan azok, akik ezt a szakmát választják, azok kiemelten szeretik a hazájukat, és hajlandók ugye az életüket is akár áldozni egy ilyen konfliktusban, reméljük erre soha nem kerül sor. Tehát én azt gondolom, hogy sokféle motiváció lehet, de az egészen biztos, hogy egy nagyon erős elkötelezettsége van ezeknek az embereknek a hazavédelme mellett. A NATO kiszélesítése mennyire növeli a mi biztonságunkat, illetve a szerződés, az alapokmány 5-ös számú pontját? Én szerintem ez egy nagyon nagy előrelépés, ugye itt két olyan ország csatlakozott, Svédország, Finnország, amelyik rendkívül módon felkészült, hiszen két semleges országról van szó, mindig azt szokták mondani, hogy a semlegesség a legdrágább műfaj, hiszen ott minden kapacitással és képességgel rendelkeznie kell önállóan az adott országnak. Tehát nagyon komoly fegyverarzenállal, nagyon komoly képzettséggel rendelkeznek, hát Finnországnak majdnem 1 milliós nagyságrendű
az a megmozdítható katonai ereje, tartalékosok és hivatásosok, ilyen 200.000 és 800.000 körül így a megoszlás a kettő között, akiket úgymond be tudnak hívni, és kiképeztek korábban ilyen tartalékos módon, ahogy ön is itt beszélt erről. Tehát magyarul egy nagyon komoly potenciál csatlakozik a NATO-hoz, ráadásul kiemelt stratégiai helyszínen is van a két ország, ugye Észak-Európában. Na most... Tehát magyarul a védelmi képességeinket jelentős mértékben erősít. A hírszerzés területén minden ilyen szövetség garázdálkodik a többieknek is a sikereivel. Az Amerikai Egyesült Államok, illetve mint például Izrael, ami nem a NATO tagja, de csatolt tagja, komoly együttműködés, partneri kapcsolatban van, mennyire osztják meg, mennyire tudnak garázdálkodni a többiek is a beszerzett információkkal? Ugye itt kialakult a NATO-ban az elmúlt években egy olyan ága a NATO-nak, ami tulajdonképpen a hírszerzési információknak a megosztását jelenti. Egy külön, nem tudom, igazgatóság vagy szervezeti egység jött létre. A kezdetekben voltak döccenők, hiszen ezen a területen eléggé, hogy mondjam, sovinisztákkal lehet így mondani a különböző szolgálatot, tehát nem szeretik megosztani a nemzeti információkat más országokkal, vagy legalábbis nem ez a tradíció, de az elmúlt években ez nagyon sokat fejlődött, tehát most éppen azt hiszem, egy amerikai katona vezeti ezt a részleget. Hát ennek utána általában már én, amikor arról van szó, ilyen dologról veszünk, akkor lelki szemeimmel hallom a ketyegést. És igazából azt mondta, hogy nagyon sokat fejlődött, tehát egyre zökkenőmentesebb, egyre teljesebb körű ez a fajta információáramlás. Most egy hírszerzési információk nélkül nagyon nehéz a konfliktus rendezés, tehát a pontos, precíz információk azok konkrétan életeket menthetnek meg, és konkrétan olyan konfliktusokat dönthetnek el. Úgyhogy ez egy kiemelten egy érzékeny terület értelemszerűen, de másik oldalról pedig egy kiemelten fontos területe. Egy piacon lévő available volt országgyűlési képviselőnek, aki otthon van a NATO-ba is, mennyire nőnek a részvényei a NATO miatt? Hát, mennyire kapkodnak önök? Igazából, ja, úgy nem, tehát az a veszély nem fenyegetett még, de nézze, van egy olyan speciális tudás az embernek, meg talán inkább, ami még értékesebb, egy olyan speciális kapcsolatrendszere, ami szerintem, ugye mivel 30 NATO tagállam volt, most 32 lesz, de tulajdonképpen lefedi ezt az egész NATO térséget képviselőkkel, függetlenül a párttól, hiszen itt liberális, konzervatív, baloldali képviselők egyaránt vannak. Ez szerintem mindenféleképpen egy érték. Ennek egy problémája van, hogy elavul, tehát hogy ahogy az idő halad előre, az ember nem tartja a kapcsolatot, akkor természetesen ezek úgymond elavulnak, elévülnek ezek a kapcsolatok. Ma azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős, aktív kapcsolatrendszer, valószínűleg egy-két év múlva már nem tudom ezt erről elmondani. Bízom benne, hogy valakinek majd szüksége lesz erre. Bízom benne, hogy hamarosan viszont látjuk, és akkor már kiírhatjuk a neve mellé a megfelelő NATO titulust is. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, az elmúlt percekben a Magyarországgyűlés volt képviselőjét, a Szocialista Párt volt elnökét, a NATO elnök, alelnök és a világon már minden volt, és feltételezhetően, hisz annyi információ birtokában van, hogy butaság lenne nem azonnal alkalmazni őt. Ha tőlem függne, akkor én már is NATO alelnöknek venném föl, de hát nem én osztom az állásokat. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és mielőbb szeretnénk élni információs forrás lehetőségeivel. Mindig rendelkezéssel. Előzetesek, és már is tovább repülünk hazai vizekre. Következő vendégünk Mester Tamás, a BZH, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke. Tartsanak velünk!